Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják 2021. január 22-én este 7:30-tól. Kompenzálásra kerülnek a kiesett adóbevételek, Kalocsa költségvetését biztonságosan tudják tervezni, már csak az új bútorok hiányoznak, végéhez közeledik a bölcsöde bővítési projekt. A Magyar Kultúra Napja 2021-ben kicsit másképp, online térbe kerültek a programok. Kompenzálásra kerülnek a kiesett adóbevételek Kalocsán. Erről dr. Filvig Géza polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán. A 25 ezer főnél kevesebb lakosságszámú önkormányzatok támogatási programjáról szóló kormányrendelet már megjelent, amely alapján városunkban is a helyi iparűzési adó tekintetében a kiesett adóbevételeket megtéríti a kormány. A Magyar Közlöny tegnapi számában megjelent, 25 ezer főnél kevesebb lakosságszámú önkormányzatok támogatási programjáról szóló kormányrendelet, amely alapján városunkban is a helyi iparűzési adó tekintetében kiesett adóbevételek kompenzálásra kerülnek. A bizonytalanság így elhárult. A kormány a támogatás összegét két részletben folyósítja az önkormányzatok számára, biztosítva ezzel zavartalan működésüket. Ezzel a kis videóval adott tájékoztatás dr. Filvi Géza a nemrégiben hozott Kalocsát is érintő kormánydöntésről. A legnagyobb közösségi oldalra feltöltött filmben Kalocsa első embere elmondta, biztonságosan tudják városunk költségvetését tervezni, ugyanis pótlásra kerülnek a kiesett adóbevételek. A kormány a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozók segítségére sietett azzal az intézkedésükkel, mely szerint nem kell befizetniük az iparűzési adót. Azonban ez nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat. Hogy ez ne okozzon problémát, nemrégiben jelentették be, a 25 ezer főnél kevesebb lakosság számú városoknál a kiesett adót megtéríti a kormány. Ebbe Kalocsa is beleesik, így kompenzálják városunkat. A polgármester ezáltal úgy fogalmazott, Kalocsa város idei költségvetését a kormány megnyugtató intézkedésének köszönhetően biztonságosan tudjuk tervezni. Hozzátette, a kormány a támogatás összegét két részletben folyósítja az önkormányzatok számára, biztosítva ezzel zavartalan működésüket. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy megkezdődtek a bölcsődebővítés munkálatai. A kalocsai intézményben 12 új férőhely került kialakításra a meglévő épület átalakításával. A beruházás több mint 50 millió forintból valósult meg. Városunk bölcsödéje 1981-ben nyitotta meg kapuit. A 2011-es felújítás óta 33 férőhellyel fogadja az érdeklődőket. Az intézményben 20 hetes kortól egészen 3 éves korig biztosítják a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését. A kisgyermeknevelők a korábbi felújításoknak köszönhetően higiénikus, esztétikus, ingergazdag környezetben végezhetik munkájukat. A feladatokat két gondozási egységben, három bölcsödei csoportban és egy időszakos gyermekfelügyeletet ellátó csoportban látják el. A férőhelyek iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés. Az intézmény vezetője korábban többször hangsúlyozta, hogy a növekvő igények miatt és a paksi beruházás várható, gazdaság élénkítő, illetve munkahely teremtő hatása miatt szükségessé vált kapacitásuk bővítése. A pénzügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös pályázatának köszönhetően az önkormányzatnak sikerült előteremtenie a beruházáshoz szükséges több mint 50 millió forintot, melynek köszönhetően egy évvel ezelőtt megkezdődtek a projekt kivitelezési munkálatai. 2020. januárjában Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezetője számolt be televíziónknak a fejlesztés részleteiről. A szakember elmondta, hogy a beruházás az épületen belül zajlik, a már meglévő helyiségek átalakításával valósul meg az új csoportszoba és az ahhoz szükséges kiszolgáló egységek kialakítása. A munkálatok legjelentősebb feladatai már az őszre elkészültek, az utolsó szakaszban a szükséges engedélyek és eszközök beszerzése zajlott. Néhány napon belül végeznek az utolsó simításokkal, így az intézmény dolgozói és kis csemetéi birtokba vehetik majd az épület új egységeit.
Hazánkban a Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük. Városunkban számtalan kulturális program adott eddig lehetőséget arra, hogy a hétköznapjainkban is előtérbe kerüljön a magyarság kultúrája. A járványhelyzet miatt ez most mind csak online tud megvalósulni. Január 22-e annak az emléknapja, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát. Évek óta az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adtak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeket. Sajnos idén a megszokott kulturális rendezvények elmaradtak. A vírushelyzet megléte ellenére sem feledkeztünk meg az ünnepről. A lehetőségek most az online világba kalauzolnak el bennünket, és idén itt fogunk emlékezni. De így is az évfordulóval kapcsolatos megemlékezéseink sarkalnak minket, hogy még nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, gyökereinknek, mindemellett azt a hagyatékot, amit tárgyként vagy szellemi értékként ránk hagytak, nekünk kortársaknak elevenné kell tennünk, és tovább kell, hogy adjuk őket. Erre az összegzésre, talán a mostani világhelyzetre tekintve nem is lehetne nagyobb szükségünk. A városunkban az újonnan megalakult Kalocsai Innovációs Központ és kulturális intézményeink és azok vezetői mind elkötelezettek abban, hogy Kalocsa jól érhető város legyen kulturális szempontból is, és meghatározó helye legyen a környéknek. Ez az idei évforduló nem teszi lehetővé, hogy együtt, közösen ünnepelve emlékezzünk, így csak az online térben tudunk találkozni. A Kalocsai Könyvtár 2016 őszén költözött a jelenlegi épületébe, és 2017-től minden évben, mondhatni most már hagyományt teremtve, a Kultúra Napját kiállítással, irodalmi rendezvénnyel ünnepli az intézmény. Sajnos ez az év sajátos módon ad csak lehetőséget arra, hogy megemlékezzünk erről a napról. Nincs lehetőségünk, hogy egy nagyobb rendezvény keretében együtt ünnepeljük meg a mai napot, de én úgy gondolom, ha mindenki a saját otthonában elolvas egy könyvet, vagy végiglapoz egy albumot, netán megnéz egy színházi közvetítést, akkor már méltóképpen emlékezik meg a mai napról. A Művelődési Központ egy videóval készült az idei jeles napra, melyet január 22-én a 19.30-kor kezdődő híradó után vetíti a Kalocsa TV. Már javában zajlanak a félévi vizsgák a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. A 2020-2021-es tanév első felében a koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedések következtében hibrid oktatásra váltott az intézmény, mely sikeresen működik a tanárok és a növendékek között. Rég látunk már koncertet a Kalocsai Művészeti Iskola növendékeitől. A tavalyi év márciusában kihirdetett járványügyi intézkedések miatt akkor a tanév második felében a tanárok már csak online tudták megtartani az óráikat. Olyan előtt álltunk, ami még nem volt soha. És hát nagyon-nagyon nehéz volt. Azt nem mondom, hogy könnyű. Megoldottuk, belerázottunk ebbe a szituációba a 100%-os online tanításba, hangszeren, grafikai szakon, és főleg a táncosok, tehát nehéz volt, elindultunk akkor. Úgy indultunk el, hogy be kellett zárni az akkori fél évet. A nyár után az új tanévben szintén megmaradt az online oktatás egy formája, hiszen volt könnyítés. Míg az általános iskolások bejárhattak az órákra, addig a középiskolások otthonról az internet segítségével kapcsolódhattak be a tanításba. Megint egy új szó ez a hibrid oktatás, tehát nálunk aztán tényleg minden volt, hiszen ugye nálunk nem úgy alakulnak az osztályok, hogy egy korosztály, egy osztály. Ha csak a szolfés csoportokra gondolok, a szolfés csoportba mondjuk az a nem sok, 12-14 gyerek összejön 3-4 iskolából, és 3-4 korosztályt képvisel. Tulajdonképpen volt is egy ilyen belső intézkedésünk, amikor ugye figyelve a helyzetet, decemberben a szolfés, illetve a csoportos foglalkozásokat online-ban folytattuk. Úgyhogy mindenféle formáját az oktatásnak használtuk, és használjuk most is. Közeledik a fél év lezárása, az iskolában már elkezdődtek a vizsgák. Nem vizsga időszakot tartunk, tehát nem vizsga napokat tartunk, hogy sokan összejöjjenek, gyülekezzenek, várjanak, stb. Tehát figyelnünk kell ezekre a szabályokra. Ez azt jelenti, hogy
Kiki esetleg az órájában egy meghallgatás kapcsán bejön egy másik kolléga, meghallgatja a darabokat, de például nincsenek zenészülő értekezletek, nincsenek koncertek, nincs növendékkoncert, nem volt zenei világnap, nem volt zongoristák találkozója. Ezek nagyon hiányoznak. Na most ezt kompenzálni a főtárgy órán, a kis csoportos órán nagyon nehéz. Az intézmény szintén a korlátozó intézkedések enyhítésére vár, és amint lehet, ismét színpadra állítja a növendékeit. 1311 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 356.973 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta. Szijjártó Péter külügyminiszter ma Oroszországban tárgyal a vakcina beszerzésről. 1311 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 356.973 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11.811 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 237.362 fő, az aktív fertőzöttek száma 107.800 főre csökkent. 3.959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 138.983 fő kapott oltást, közülük 5.815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már 10.000 idős otthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént. Fontos az, hogy meggyorsítsuk a védőoltásoknak a beadását, nagyobb számban jussunk hozzájuk, ezért egy jelentős előrelépés az elmúlt napon, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság engedélyezte az AstraZeneca és a Sputnik vakcináknak az alkalmazását Magyarországon. Ez egy vészhelyzeti alkalmazás, ami azt jelenti, hogy ez az engedély egyelőre 6 hónapig érvényes, ami egyszer meghosszabbítható. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A szerdán érkezett vakcina szállítmány közel 36.000 ember oltására elég, a következő szállítmány csak jövő héten érkezik. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcina szállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és a korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter ma Oroszországban tárgyal a magyar hatóság által már engedélyezett orosz vakcina beszerzését. Többek közt elkészült a harkányi üdülőjük, műfüves focipályával gazdagodtak, és felújítások sora zajlik jelenleg is Szakmáron. András Gábor, a település polgármestere szerint elfogadható évet zártak. A munkát nagyban nehezítette a koronavírus járvány, azonban bizakodnak a jövőben. Mint minden településre, Szakmára is nagy terhet rót a koronavírus járvány a 2020-as évben. Több programjuk és rendezvényük is elhalasztásra került, kizárólag a falunapot tudták megrendezni a nyáron. A nehéz, járványterhes időkben összefogott a település, és az önkormányzat is a lakók segítségére sietett. Az önkormányzat részéről megpróbáltunk mindenkinek segítséget nyújtani, aki kérte tőlünk, ugye leginkább az idősebb korosztály számára, különböző bevásárlásokkal, gyógyszerek kiváltásával, élelmiszerek hordásával, vagy akár ebédnek a hordásával. Ez volt az egyik legnagyobb része, ez leginkább a járványnak az első hullámában volt jellemző. A második hullámban már annyian nem igényelték a segítséget, meg természetesen a különböző programokra is hatással volt. Azonban szerencsére fejlesztést nem kellett elhalasztaniuk a járvány ellenére sem. A polgármester elmondása alapján volt olyan pályázat, melyen elgondolkodtak a magas önerő miatt, azonban a megvalósítás mellett döntöttek. Így többek közt elkészült a régóta várt harkányi üdülő, és műfüves focipályával is gazdagodott a település. Maga a kialakítás az nagyon gyorsan ment, egy hónap alatt felépítették a pályát, úgyhogy nagyon ügyesek voltak a kivitelezők. Nekünk ebben se volt beleszólásunk, mindent az MLS intézett, tehát az MLS-en keresztül sikerült ezt a pályázatot megnyernünk. A
TAO támogatással, az MLS támogatással és az önkormányzatnak az önerejével. Itt annyi volt a dolgunk, hogy magát a területet kellett biztosítani, az MLS intézte a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt, mindent, tényleg nekünk csak nézni kellett, hogy hogy halad a munka. A pálya közel 40 millió forintból valósult meg, melyet azóta már használatba is vettek a szakmáriak, és előszeretettel rúgják rajta a bőrt. Csendes a művelődési központ környéke, belülről azonban nagy munka folyik. Jelenleg is zajlik az épület belső felújítása, mely mellett a fogorvosi rendelő is megújul. Folyamatosan zajlanak a településen a kisebb fejlesztések is. A művelődési háznak a belső felújítása az már el is indult, sőt, ott már majdnem a vége fele járunk a pályázat megvalósításának. A következő lesz a fogorvosi rendelőnek a felújítása, ahol már szintén a kivitelező megvan, felmérték a lehetőségeket, úgyhogy az is lassan indul, csak ott úgy kell valahogy az ütemezést megoldanunk, hogy a fogorvosi rendelést ne befolyásolja, hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor azt tovább a doktornő el tudja látni. A hamarosan induló fogorvosi rendelő megújítására 24 millió forintot, még a művelődési központ belső újítására 18 millió forintot fordíthat a település a Magyar Falu programnak köszönhetően. Az András Gáborral készült beszélgetésünket teljes egészében a Gazdasági Magazin műsorunkban tekinthetik meg. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval legközelebb hétfőn este jelentkezünk. További szép estét és jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!